A kérelmet akkor adhatja be a szülő vagy a gyám az oktatási hivatalhoz, amennyiben úgy látja, hogy tanköteleskorú gyermeke még nem érett az iskola kezdésre. A 2022-23-as tanév vonatkozásában a szülő kérelmet nyújthat be december 21. december 28-ától 22. január 18-áig. Itt ugye azoknak a gyerekeknek a képviseletében nyújthatják be, akik 2015. szeptember 1 és 16. augusztus 31 között születtek. Tehát ezekre a gyerekekre van lehetőség a szülőnek élni azzal a lehetőségével, hogy kérelmet nyújt be. Általában ezek a kérelmek nem a szülők kifejezetten csak szülői kérésre történnek, hanem a szakértői bizottság úgymond javaslata alapján. Tehát ez történhet a szakszolgálat részéről, itt helyben Kalocsán, illetve az esenés gyerekek vonatkozásában történhet a Bajai Szakértői Bizottságnak a véleménye alapján. Emellett a szülő maga is dönthet arról, hogy kérje a halasztást. 146 tanköteles korú gyerekünk van, és ebből 104-en fognak elmenni iskolába, 41 fog óvodába maradni. És hát a szakértői papír, ugye ezeknek az érintett gyerekeknek a 72%-a, és 10% az, amit a szülő, tehát az OH-hoz közvetlenül küld be kérelmet. Úgyhogy iskolába elmegy a tanköteles korúaknak a 71%-a, és 28% körüli az, ami itt marad. A szülők egyeztetnek az óvónénikkel. Az óvodáinkban több körben végzünk a gyerekek fejlődését, illetően felméréseket. Ami komoly visszajelzést jelenthet a szülőnek, nyilván már az 5 éves korban történt mérés alapján, ha azt látja az óvodapedagógus, hogy bizonyos fejlesztésekre lesz a gyermeknek szüksége, akkor erre javaslatot tesz a szülőnek, egyeztetnek és küldik tovább a gyereket. A szülő is kezdeményezheti, ha ő úgy szeretné még, hogy úgy látja, hogy játékos, nem érezte a feladatra, figyelme még szívszort, akkor az óvónénivel ez alapján is tudnak egyeztetni. Azután, amikor elkezdődik a nagy csoport, év elején, mindjárt szeptemberben a differ méréseket elvégezzük. A diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer, röviden a differ mérés a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek, mint az írás-mozgás koordináció készsége, a beszédhallgatás készsége, a reláció szókincs és egyebek mellett az elemi számolás diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer. Már egy komoly visszajelzést adnak szintén arra nézve, hogy bizonyos részterületeket szükséges-e még fejlesztenünk, vagy van-e olyan feladatunk, amit még együtt meg kell oldani a szülővel. Ha úgy látjuk, hogy ehhez szakembert is kell bevonni, akkor ehhez adunk javaslatot arra, hogy szakembert is vonjanak be. Mint megtudtuk, a szülők együttműködőek a rendszerrel, és figyelembe veszik a szakvéleményt, illetve az óvodapedagógus véleményét az iskola kezdés halasztásáról.